Egy-egy-kettő, hallottok egyébként? Jó, akkor szeretettel üdvözlök mindenkit, és akkor az unalmas felkonf helyett egyből bele is vágnék, nem kell várnom a felkonferálóra. A mai napon, a mai Drupal hétvégén a Drupal Extensionről szeretnék beszélni. Nem tudom, hogy ki az, aki használta már a Drupal Extensiont. Jó, ki az, aki használta a behatott Behead a fejlesztési során? Jó. Ez azért segít nekem, mert így be tudom lőni, hogy körülbelül milyen felkészültséggel vagytok a témában, hogy látom, nem érdemes sokat beszélnem ezekről, mert nyitott kapukat döngetek, de lehet, hogy nem. Úgyhogy lássunk is hozzá, de mielőtt hozzá látnánk, elmondom, hogy én workshopra készültem, tehát azt gondolom, hogy mindenkinél van egy komputer, és tudja csinálni azt, amit én mutatok. Ha nem, akkor nem probléma, mert otthon ezt majd el fogjátok tudni végezni ezeket a kis gyakorlatokat. Na most, ugye ha valami új dologba kezdünk bele, akkor mindig nehézségbe fogunk ütközni, mert minden kezdet nehéz. Tehát elindulni a legnehezebb valami ismeretlen irányba, mert nem tudjuk, hogy igazából, hogy hova megyünk, merre lépjünk. Úgyhogy ezért én készítettem egy ilyen Drupal Extension Starter Kit-et. Ebben minden benne van, ami ahhoz kell, hogy nagyon gyorsan el tudjatok indulni, és persze mondhatnátok azt, hogy milyen rendes vagyok, hogy nektek készítettem ezt a dolgot, de bevallom őszintén, hogy elsősorban nem a Human Interface volt az, aki miatt ezeket a scripteket megírtam, amit most látni fogtok majd, hanem alapvetően azért, mert mi is a folyamatos összefésülés, most ez a Twitter a legújabb, tehát a Continuous Integration szerverünknél elengedhetetlen az, hogy mindenféle folyamatot automatizálni tudjunk és leprogramozzunk, aminek persze egy mellékterméke az, hogy egy kollega be akar lépni ebbe a körbe és el akar kezdeni vele dolgozni, akkor neki sem kell sokat kutakodni, hanem a megfelelő scriptet csak el kell indítani és már tud is dolgozni ezzel a rendszerrel. Persze nem ilyen rózsás a helyzet, de nektek már szerencsétek lesz, mert a kollégáim az összes olyan hibát már kiköszörülték ezekből a scriptekből, amiket bele lehet futni. Na most nézzük meg, hogy hogyan használjuk ezt a kis starter kitet, hogyan kell neki látni. Hát első körben fog kelleni egy Drupal, egy installált Drupal, amit most láttok nálam, az a www könyvtárban van. Látjátok, hogy van egy ilyen mappa, hogy a Work per Drupal hétvége 2013 per, és akkor ott van egy www-könyvtár. Én úgy szoktam beállítani, hogy az access log és a error log is ide képződik, és akkor majd ebbe a könyvtárba állva kiadom a git clone parancsot, amivel ezt a Drupal starter, extension starter kitet le tudom szedni. Ezt már egyébként tudjátok itt is csinálni, és ha valaki nem tudná ezt a nagyon gyors előadást követni, ne aggódjon, az extensionnek a readme MD-be pont ugyanez le van írva, úgyhogy nem fog problémát okozni. Na most itt jön a legizgalmasabb dolog, ugyanis maga a Drupal starter kit, a könyvtár, nem tartalmaz minden szükséges futtatható állományt, hanem pusztán azokat a szükséges dolgokat tartalmazza, amivel föl lehet építeni ezt a környezetet. Ezért el kell indítani az init.sh-t. Az init.sh leszedi a szükséges csomagokat mindenhonnan a webről, letöltöget mindent, és ha ez megvan, akkor utána be kell állítani a mi környezetünket, hisz lehet, hogy mi nem a egy könyvtárral feljebb is a www mappában lesz, lehet, hogy nekünk nem a Drupal hétvége 2013.lok lesz a lokális domain címünk, tehát ezeket be kell állítani, de evel a set environment sh-val könnyedén megtehetjük, ez csak kiírja, hogy hello, írd be ezeket a dolgokat, és kész. És hogyha minden megvan, akkor el kell indítani a behatot, és akkor ezt most megpróbálom bemutatni. Elvileg, hogyha én most beírom ide azt, hogy bin behat, akkor ezt az eredményt kell kapnom, minden zöld, kivéve a pront, ami piros, de ugye az más miatt piros, nem azért, mert hiba van, jó? Tehát, hogyha eddig eljutottatok, akkor ez a klasszikus értelemben vett Hello világ alkalmazás, ez
a Hello Világ alkalmazás az nem arra jó, hogy megtanuljunk bármilyen programnyelvet, az arra jó, hogy föl tudjunk állítani egy olyan futtató környezetet, amiben majd később tudunk fejleszteni. Jó? Tehát ez a nulladik lépés, állítsunk fel egy olyan környezetet, ami így fut. Ha mindent jól csináltam, akkor csak az init, set environment után nektek futni fog ez a dolog. Úgyhogy ha most kipróbáljátok, akkor ez menni fog. Na most az init-essel az viszonylag hosszú ideig fog futni, ezért úgy terveztem, hogy egy kis képbehelyezést fogok végrehajtani, mert azt tudom azt, hogy nagyon sokfajta olyan fogalom van, ami igazából a hagyományos fejlesztői világban ilyen teljesen egy magától értetődő fogalom, azonban itt a Drupal világában és a Drupal fejlesztők körében nem mindegyik az, amit teljesen jól befogadott maga a közösség. Az első, az, amit vizsgáljunk meg, hogy van egy ilyen fogalom, hogy unit test, szokták mondani, hogy bármilyen teszt, hogy ez unit test, meg van ilyen, hogy integrációs teszt, ugye. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert nagyon sok félreértésből nagyon sok olyan következtetést vonnak le emberek, amitől aztán nagyon nagy csalódás lesz. Erre vissza fogok térni, erre az izgalmas részre. Itt most egy hagyományos MVC modell fölépítést láttatok. Látjuk, hogy van a modell, az átadja a kontrollernek az adatokat, és a kontroller pedig a view segítségével megjeleníti. Tehát valamilyen workflow megy keresztül. Hogyha én unit tesztet írok, akkor én egy olyan tesztet írok, ahol ezeket a kis egységeket így önmagukba tesztelem. Tehát azt nézem, hogy a modellem jól működik-e. Ha azt mondom, hogy töltsd be ezt az adatokat, betölti. Ha ilyen adatok vannak az adatbázisban, akkor ilyen adatokat tölt be. Ha ilyenek, akkor meg ilyenek. A kontrollom, ha ez történik, akkor ezt csinálja. Ha ez történik, akkor ezt csinálja. View. Ha ezt adom át neki, akkor ilyen megjelenítést csinál. Ha ezt adom át neki, akkor olyan megjelenítést. Tehát mindig csak ezeket a kis egységeket fogom vizsgálni. Aztán, hogy ezek együtt működnek-e, azt nem tudom. Jó? Így fekete dobozként kezelem ezeket a unitokat. Na most maga az integrációs teszt, az azt vizsgálja, hogy ezek a dobozok így összekapcsolva, az elejétől a végéig, ezt szokták egyébként end-to-end tesztnek is nevezni, ezek működnek-e így együtt. Oké? Tehát, hogy ez az egész így együtt működik. Na most talán sejthető, hogy ahhoz, hogy ilyen integrációs tesztet végezek, ahhoz kell egy működő, feltelepített rendszer, ami alatt van egy adatbázis, fut, meg megjelenik, meg minden ilyen dolgot csinál. Na most egy integrációs teszt az nagyon-nagyon ritka esetben gyors. Azért, mert a teljes rendszer teszteli. A unit tesztnél van ilyen elvárás, hogy gyors legyen. Egy unit teszt az így fut. A unit teszt az olyan sebességgel fut, az az eszméletlen sebességgel fut. Tehát amikor elindítod, akkor vége. Tehát nincs az, hogy elindítom és akkor fut. Nem, elindítom, vége. Így kell futni a unit tesztet. Az integrációs teszt az hosszú. Most tipikus probléma szokott lenni, Drupalban is belefut. Én nagyon mosolyogtam, amikor jött, hogy a simple tesztet cseréljük le PHP unitra. Miért? Azért, mert a PHP unit sokkal gyorsabb. És mi történik? Lecseréljük, mit csinálunk első körben a PHP unitban? Hát bootstrappelünk egy Drupal, igaz? És akkor utána megcsinálunk mindent, és akkor megállapítjuk, hogy hát a PHP unit az ugyanolyan lassú, mint a simple test, mert nem a PHP unit gyorsabb, hanem ugye vagy lassú, vagy gyors, hanem a unit test. És nem a simple test lassú, hanem az integrációs test. Tehát a PHP unittal integrációs tesztet csinálunk, ugyanolyan lassú lesz, mint a simple test. Na most a behat, mint eszközről fogok beszélni, a behat, az nagyon sokszor keverik mindenféle a behat, semmi más, mint egy framework, ami a Gherkin nyelven írt teszteket az én környezetemben lefuttatja. Ennyit tud, semmi más nem tud maga a behat. A behatot telepítjük és elindítjuk, nem fog történni semmi, az ég egyet a világon semmi, mert az egy kerekrendszer. Na most a Gherkin nyelvről azért érdemes beszélni, mert általában a BDD megvalósítások nál egy nagy részben ezt a Gherkin nyelvet használják. Ez a Gherkin nyelv, ez egy olyan nyelvezet, amely nagyon-nagyon-nagyon közel van az emberi nyelvhez, viszont gépileg feldolgozható. Tehát a nagy elmélet az az, hogy ezt majd a product owner megírja ezeket a tesztforgatókönyveket. Én azt mondom, hogy inkább az, hogy ezek alapján, a tesztforgatókönyvek alapján nagyon könnyen tudunk tesztjegyzőkönyveket generálni. Oké? Okay? Tehát, hogy lehet, hogy majd valamikor
a Product Owner is fog ilyet írni. Én hogy mondjam, tehát én nem bíznék ebbe teljesen. A programozó megírja, és majd később a Product Owner, az ügyfél, az fogja értelmezni ezeket a teszteket, valamint az ezekből gyártott teszt forgatókönyvet, úgynevezett smooth tesztekkel egy humán, egy ember is végre tudja hajtani. Tehát ugye futnak az automata tesztek, és akkor ugye majd jön a humán, mert a humán fogja tudni azt letesztelni nekem, hogy amikor az mondja, hogy klikkelj rá erre a linkre, akkor ugye a automatám az meg fogja találni bárhol legyen is ez a link, de a humán meg nem fogja ott negyed órát fog keresni, nincs meg sehol a link, és akkor nem tud rákattintani, és akkor már kijön egy olyan hiba, amit automatával nagyon nehézen fogtok tudni fölfejteni. Na most egy ilyen Gerki nyelven leírt ezt, az úgy néz ki, hogy le van írva, hogy maga ez a fál, amiben van ez a szöveg, ez mit tesztel, valamilyen nagy működést fog tesztelni. Akkor utána van egy ilyen background, ami minden szenárió előtt lefut, van maga a szenárió, ami le fog futni, és minden ilyen szenárió az úgy néz ki, hogy van ez a hármas, ezt szokták három A betűvel is jelözni, meg szokták a given, when, then kulcsszóval használni. Ez a magyarul úgy néz ki, hogy ha van egy feltelepedett Drupalom, amiben van 10 darab nód, amikor elmegyek a főoldalra, akkor látom a 10 darab nódot kilistázva. Okay? Tehát amikor, given, when és then. Jó. Na most a másik, amiről tudnunk kell, az a mink. Azok ugye nem mink vagyunk, hanem az egy olyan browser testing framework, amivel nagyon sok ilyen browser tesztelő eszközt fogunk tudni meghajtani egy közös platformon. A Seleniumról ki az, aki hallott? Ugye ez már jó. Tehát a Selenium az elindítja a böngészőt és tudsz benne kattingatni. A Shahiról ki hallott? Na, a Shahi az körülbelül pont ugyanolyan, mint a Selenium, az is elindítja a böngészőt és tudsz benne kattingatni. Akkor van a GoTel Driver. A GoTel Driver az nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, amit a Simple Testben megszoktunk. Tehát van egy kis PHP-s valami, vagy lehet, hogy nem PHP-s, mindegy, ami a CURL segítségével fölmegy a weboldalra, letölt, és akkor utána a DOM fába tud mászkálni, tud módosítani, megjegyzi a süteményeket, mindent, tehát egy ilyen beépített böngésző, de mondjuk JavaScriptet már nem tud futtatni, hanem olyan, mint hogyha így leprogramoznánk azt, hogy letölt, megkeres, kitölt, visszaposztol. Jó? És akkor ezt a kis problémát, hogy nem tud futtatni JavaScriptet, ezt oldja meg a Zombie Driver, ami már egy olyan megoldás, hogy letölti az oldalt, és a benne található JavaScripteket is lefuttatja. Ez tök jó, mert nem kell elindítani egy böngészőt, de olyan szempontból nem jó, hogy ugye tudjuk, hogy amióta JavaScript, azóta nagyon sok dialektus van, és ugye egy dialektus az nem mindig fedi le teljesen a valóságot. Jó, tehát ezekkel a mink az egy ilyen közös felületet nyújt ezekkel szemben. Ezeknek. És van egy mink extension, ami összekapcsolja magát a behatot, meg ezt a minket. Ez azt jelenti, hogy a behatban lesznek olyan mondatok, hogy when I go to homepage, then the response status code should be 200. Oké? Okay? Tehát ezek a mondatokat, ezeket azért tudom beírni, azért érti meg a behat, ezeket a Genki nyelvű mondatokat, mert föltelepítettem a mink extension-t, és a mink extension hozzáadja ezeket a mondatokat az én mondattáramhoz. Na most a Drupal extension az a behatott minket mink extension-t letölti, pluszva még hozzáad egy csomó mondatot, amit egyébként a Drupalban mi is használunk, hogy van egy node, meg van egy user ebbe a csoportba, és egyéb ilyen mondatokat hozzáad. Hogyha valaki telepítette a behatját, akkor csak egyszerűen írja be azt, hogy bin per behat, minusz dl, és akkor kiírja azokat a mondatokat. Tehát úgy kell elképzelni, hogyha beírod, hogy bin per behat, minusz dl egy behatnál, akkor nem ad ki semmit, nincs egy mondat se. Hogyha kiadod, amikor föltelepítetted a minket és a mink extension
akkor kiad x darab mondatot, és amikor feltelepett a Drupal extension, akkor kiad még nem tudom hány mondatot, és hogyha egy konkrét projektben vagyok benne, akkor még sokkal több mondat lesz benne. Úgyhogy... Na most a BDD-ről nagyon-nagyon röviden annyit még mondanék, hogy tehát maga a BDD az arról szól, hogy ugye hogy néz ki egy projekt. Hogyha én olyan teszteket írok, amit csak a programozóim értenek meg, akkor nehezen tudom az ügyfélnek eladni azt, hogy hát ez tényleg azt csinálja, amit te kértél. Ugye? Mert az ügyfél az nem azt kérte, hogy a nem tudom melyik osztály, hogyha így meghívom, akkor ilyen választ adjon, hanem azt kérte, hogy be tudjanak jelentkezni a felhasználók. Tudjanak beküldeni egy tartalmat. Vagy tudják módosítani ezt. Hozzá tudjon szólni ehhez. Tehát neki ilyen megfogalmazási vannak. Most ezekből a megfogalmazásokból, ezekből meg tud fogalmazni ilyen acceptance kritériákat, ami azt mondja, hogy akkor jó neki a szoftver, akkor felel meg a szoftver, hogyha ezt és ezt és ezt és ezt tudja csinálni a user. Ha be tud lépni, ha tud posztolni, akinek nincs jogosultsága, az nem tud, és ilyen dolgokat megfogalmaz. Most ezekből a kritériákból, ezekből aztán lehet írni ilyen use case-eket, amik leírják azt, hogy konkrétan hogyan van elképzelve azt, hogy például bejelentkezik egy user, melyik helyre mit ír, hogyan tud regisztrálni, mit kell kötelezően, mit nem kell kötelezően, mikor fogadjuk el a regisztrációt, mikor nem, mi a jó működés, mi a hibás működés. Tehát maga egy ilyen use case, az egy ilyen a első eladáson láttunk, ugye, egy ilyen szép folyamatábrát. Nem lát? Ugye? Na, tehát úgy kell elkezdeni egy ilyen folyamatábra. Na most nyilván valamikor tesztelek, akkor ennek a folyamatábrának egy ágát fogom kitesztelni. Ez lesz egy teszteset, hogy ezt végig tesztelem, ezt az egy ágat. Most ez a teszt ághoz hozzá fogok adni adatokat, hogyha ezt írom be, ha ezt írom, ha ilyen hosszú, ha ilyen rövid, ha nem ad meg, ha megad, és így tovább, pozitív és negatív eseteket, és akkor abból lesz ténylegesen az a tesztkörnyezet, amit le fogok futtatni én magam. Lényeges, hogy a BDD-n az a fontos, hogy én azt úgy tesztelem, hogy a dolgokat, hogy mindenki megértse. Tehát az a lényeg, hogy az a teszt az úgy lesz leírva, hogy az bárki föl fogja tudni dolgozni. És akkor van az utolsó fogalom, amit szoktak keverni, ez pedig a TDD, a Test Driven Development. BDD-t is lehet Test Driven TDD-vel, meg nem TDD-vel is csinálni. A test event az úgy működik, hogy megírom a tesztet, ennek kell megfelelni a kódnak, utána írok egy kis kódot, addig írom a kódot, amíg ugye zöld nem lesz a teszt, és hogyha ez megvan, akkor hogyha jó kedvem van, akkor refaktorálok, és akkor megyek tovább iteratívan. Újabb teszt, megint írok kódot, megint refaktorálok, és ezt csinálom. Ezt lehet úgy is, hogy BDD-t használok, és lehet úgy is, hogy nem BDD-t használok. Oké? Okay? BDD-t lehet úgy használni, nem Test Driven Development-tel megyek. Behavior Driven Development. Ez kicsit kimaradt, de semmi probléma. Jó. Na akkor most vágtassunk bele, és nézzük meg, hogy hogyan fog működni maga ez a BDD, és akkor remélem most már, aki akarta követni a dolgot, az már föltelepített egy tesztkörnyezetet. Nézek, Pedro, te telepítettél, vagy megpróbáltad? És működik, ha? De a binbe hat, az fut? Jó, jó. York, te? Nem. Azt nézem, Buba, te próbáltad? Követni? Jó, akkor begyorsítok. Na akkor leülök, mert most gépelgetni fogok, tehát akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy ilyen kis tesztem. Ez a teszt, ez egy végtelenül egyszerű tesztet fogok most csinálni, ez egy beépített teszt. Ez a teszt, ez benne van magába a starter kitbe. Azért van benne, hogy amikor föltelepítettél mindent, elindítod, akkor megnézi, hogy jól állítottad be a Drupalodat, mert meg tudja nyitni a böngészővel azt az oldalt. Ha meg tudja nyitni, akkor nyert ügyed van. Ha nem tudja megnyitni, akkor ne essél kétségbe, hanem indítsd el a set
environmentet, és akkor az meg fogja kérdezni, hogy mi az a base URL, ahova csatlakozol. Ugye nálam ez a Drupal hétvégé 2013.log, HTTP-t be kell írni, ezt ki kell tölteni, és nyomni egy entert. Én most entert nyomok, mert nem szeretném módosítani. Valamit meg kell adni, hogy hol van a Drupal gyökere. Ez nálam a .porn per www-ben található. Ugye ezt bárhol máshol is tehetném, én most ezt ide tettem, úgyhogy ennyi. Na, akkor nézek föl, hogy ez sikerült-e valakinek. Így, vagy így. Aha, jó, óvatos fejrázás, nem tudjuk, hogy minek kellett sikerülnie, de akkor biztos nem sikerült, ha nem tudjuk. Jó. Ha akarjuk tudni, hogy milyen mondatok vannak, akkor ugye a bint behat -dl, valamint mutatok még egy szükköt, hogyha beírod azt, hogy bint per behat, story syntax, akkor kiír egy ilyen minimál story syntax, nem fogunk tudni kimondani, viszont lehet, hogy megolajozom a nyelvemet, és akkor már csorogni fog a nyálam is, de nem baj. És akkor itt megemlíteném, hogy kicsit viccesen megmutassam, hogyha akarom, akkor ezt akár magyarul is megnézhetem. És akkor ilyen nagyon vicces szövegezése lesz ennek a dolognak. Amikor lefordítjuk a behatot, akkor és mondjuk a minket is használjuk, akkor három dolgot kell lefordítani. Egyrészt le kell fordítani a behatot. A behatnál vannak benne ezek az üzenetek, amiket kiír, mindenféle rendszerüzenetek. Le kell fordítanunk a Gherkin nyelvet. Szerencsére ez le van fordítva. Azért van lefordítva, mert a behatnak a fejlesztője az a Cucumberből egy az egybe átvette a Gherkin nyelv implementációt, többek között a magyar fordítást, tehát hogyha valakit szídni kell, hogy nem tetszik ez a fordítás, akkor a Cucumbernek a fordítóira lehet hivatkozni. És akkor ugye itt vannak ilyen tesztmondatok, és hogyha szeretnénk a mondatokat is lefordítani, akkor a mink extension-t kell lefordítani. Elvileg én betoltam már ezt a fordítást egy két hete, de még nem reagáltak rá, úgyhogy lehet, hogy előbb-utóbb lefordítódnak ezek a mondatok. Na akkor menjünk tovább, és lépjünk bele a Drupalba. És itt már látjátok, hogy itt már olyan mondatok vannak, hogy én be vagyok jelentkezve egy adminisztrátor felhasználóval, és akkor rákattintok arra, hogy add new content, meg azt mondom, hogy basic page, és akkor utána a title-be beírom azt, hogy test, és utána megnyomom a save gombot, és akkor meg kell lenni annak, hogy tesztnek. Most bemutatom. Tehát be vagyok jelentkezve, és akkor azt mondom, hogy add content, basic page, és itt most elmondanám, hogy a behat ugyanúgy nem kedveli a overlay modult, mint hogy én se, úgyhogy kapcsoljuk ki az overlay modult. Megpróbáltam, elment 2-3 órám, és már majdnem sikerült, de mégsem. Meg kellett foltozni hozzá a Drupal core-t is, hogy egyáltalán valamennyire működésre bírom, úgyhogy kapcsoljátok ki a overlay-t. És akkor ugye beírom ide, hogy title, és amikor lenyomom azt, hogy save, akkor ugye itt megjelenik az, amit ide beírtam. Arra figyelni kell, hogy ne az legyen a title view, mert ugye, hogyha nem jelenne meg, akkor is megjelenik, mert valahol ez a szöveg előfordul, hogy view. Jó? Tehát, hogy erre figyelni kell, érdemes olyan title-t adni, ami biztos, hogy nincsen. Én most azt mondtam, hogy a test szöveg az nem fordul itt sehol elő, úgyhogy ha bekapcsoljátok mondjuk a test modult, akkor már valahol a menüben ott lesz, hogy testing, tehát akkor már mindig igazat fog adni ez a teszt, függetlenül attól sikerült vagy nem sikerült az illetőnek létrehozni ezt az oldalt. Hogy ezt tudjuk követni, ehhez a step 1-re fogok átlépni, és akkor, hogyha megnézitek, akkor most már van egy új feature-öm. Vajon hol lehetnek ezek a feature-ök? A feature könyvtárba helyezkednek el ezek a feature-ök, de egyébként átállítható, tehát vigyázzatok. És akkor látjátok, hogy van ez a test environment
Works feature, ami ugye azt teszteli, hogy egyáltalán működik a környezet, és akkor van a második tesztesetem, ami egyébként ugyanez van egyébként ott is, legalábbis remélem. És akkor elindítom a behatot, és most figyelj, tudok simán egy-egy feature-t is lefuttatni. Most lefuttatom ezt a feature-t, és WoW sikeresen lefutatott. Ez például akkor nem sikeres, hogyha nincsen föltelepítve Drupal, vagy föl van telepítve a Drupal, de mondjuk a minimál profillal van föltelepítve. A minimál profillal lenne telepítve, akkor nem futna, mert ott nincsen már eleve létrehozott page contentem. És akkor itt el is árulok egy titkot, hogy mi alapvetően úgy fejlesztünk, hogy létrehozunk ugye makefile-t, létrehozunk profilt, talán egy párszor már előadtuk ezt kollégákkal, és akkor mindig egy profil alapján újra telepítjük magát a Drupal, és akkor azok a tartalomtípusok vannak, amik kellenek, és így fogjuk tudni tesztelni magát a dolgot. Amit érdemes megfigyelni, az elsősorban található kukac API. A kukac API az azt mondja, hogy ez a feature, úgy unblock az egész, az ahhoz szükségünk van a Drupal API-ra. Ezt ha nem adjuk meg, akkor azt fogja mondani, nagyon kedvesen, hogy ahhoz, hogy ezt a I am logged in as a user, ezt a mondatot ezt nem fogja tudni végrehajtani, míg nem állítottuk be, nem kapcsoltuk be az API teget, addig nem fog ez futni. Ha bekapcsoltuk, akkor fog futni. Na most itt egy új fogalom van, lehet címkézni magát a feature-t és az egyes szenáriókat is. Tehát meg lehet mondani azt, hogy ez a szenárió, ez mondjuk csak ez legyen az API, csak ehhez az egy szenárióhoz kell a Drupal API, a többihez nem. Én, hogy egyszerűbb legyen, mindig a feature-t meg szoktam tegelni, és akkor tudom, hogy az egész feature-höz fog kelleni az API, mert azért azt nem Drupal extension. Oké? Tehát, hogy ez így most fut. Na menjünk tovább egy lépéssel, és akkor nézzünk meg egy negatív tesztesetet. A negatív tesztesetet az mit jelent? Az nem azt jelenti, hogy hibás, azt teszteljük, hogy hibát mutatunk. A negatív teszteset azt jelenti, hogy például egy sima user az nem fog tudni létrehozni page-et. Mi azt jelenti, hogy ha ő egy autentikált user és elmegy arra az oldalra, hogy node add page, és itt látjátok, hogy nem azt írtam, hogy az add content, mert ugye már azokat a linkeket se látja, és akkor tesztelhetném azt, hogy látja-e azokat a linkeket, és azt is, hogy nem látja azokat a linkeket, ezt is tesztelném. Most nem azt tesztelem, hanem azt tesztelem, hogy a hacker srác, aki nagyon ismer Drupalt, és ugye nem látja a linkeket, de tudja, hogy a node-at page oldalon lehet hozzáadni, akkor ha még ilyen nagy tudású is, akkor is fog kapni egy access deny 403-as oldalt. Na hát nézzük meg, hogy tényleg sikerül-e. Azt mondom neki, hogy a git checkout és a step 2. És akkor, hogyha azt mondom neki, hogy milyen feature-ök vannak, akkor látjátok, hogy ott van az autentikált user is. És akkor bin. Azért gépelek ilyen lassan, hogy tudja követni az is, aki esetleg. És akkor lefut, és látjátok, hogy nagyon szépen kap egy access denied oldalt ez a teszt, és akkor hogy ugye ez a lehető legrosszabb, hogy mindig megmutatom, hogy mi az, amikor jól működik. Nézzük meg, mi az, amit nem működik jól. Azt mondja, mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy ez egy 200-as kód, tehát hogy okét kell kapni. Akkor elindítom ezt a feature-t, és ugye látjátok, hogy azt írja ki, hogy ho-ho-ho, hát 403-at kapott, holott én 200-at vártam el. Tehát akkor most ez a teszt, ez eltört. Ugye miért tört el ez a teszt? Hogy megmutassam nektek, milyen, amikor eltörik egy teszt. Visszarezett állunk. Nem sikerült? Nem baj, megyünk a következő lépésre, a step 3-ra. Jó, a következő lépésben fogok hozzátenni még egy tesztet. Azt mondom, hogy ugye az előbb megteszteltem azt, hogy ugye
Amikor beküldtem a nódot, akkor egyből látom a teszt feliratot. Most ugye nagyon sok a szöveg, úgyhogy kitettem ide egy külön diára is. Most a második teszt az azt nézi meg, hogyha hozzáadok egy tartalmat, és utána elmegyek az admin per content oldalra. Mutatom. Tehát ha ide jövök, akkor itt ezt a title ASDF, ASDF-et látom. Oké? Okay? Hát nézzük meg, hogy fut-e. Reméljük. És akkor ugye ez a admin usernél lefut az első, lefut a második, és mind a kettő stimmel. Na most, ha megfigyelitek, akkor egy pár lépés, pontosan 5, az teljesen ugyanaz. Ugye ilyenkor jön az, hogy most ez jó ez a kód, mert azt tesztelni kell, most jön az, hogy hát azért így nem olyan szép, igaz? Működik, minden tuti, minden kerek, de nem olyan szép. Vonjuk össze ezt az 5 lépést egybe. Na nézzük, hogy ezt hogyan fogjuk tudni megtenni. Erre való a background. A background részt azt minden egyes teszt előtt le fogja futtatni a behat. Tehát amit ide beírunk, azt minden egyes teszt előtt lefut. Tehát olyan, mintha oda be lenne írva elé. Na nézzük akkor ezt meg. Átmenjünk a step forra. És akkor kettőt fölfele lépünk, és akkor ugye azt látjátok, hogy ez lefut, akkor az első szenárió az így lement, a második szenárió előtt gondolkozott egy picit, azért gondolkozott, mert a backgroundot nem írta ki, de még egyszer végrehajtotta. Még egyszer letesztelt. Oké? Okay. Na ez mind szép, na de mi van a JavaScript-tel? Például a következőt szeretném tesztelni. Hogyha oda megyek, hogy add content basic page, és azt mondom, hogy provide a menu link, akkor ezek jelenjenek meg, jelenjen meg ez a menu link title. Oké? Okay? Tehát ezt szeretném letesztelni. Ezt nem fogom tudni letesztelni a Gutter driverrel, a Gutter driver az nem futtatja le a JavaScript-et. Tehát ha a Gutter driverre ráfuttatom, akkor az azt fog mondani, hogy hát ez a menu link title az látszik, barátom, az ugye azt fogom tudni. Hát ő ezt látja körülbelül belőle. Frissítek. Tehát ő ezt látja. Neki ez a menü link title, ez mindig látható lesz, függetlenül attól, hogy itt ez bepippantom, vagy nem. Oké? Okay? Tehát ha ő ezt látja, a Gutter driver. Ahhoz, hogy ne ezt lássa, valamilyen dolog kell, ami ezt lefuttatja, és akkor ezért jó az, hogy én minket használok, mivel hogyha minket használok, akkor semmi más dolgom nincsen, csak megmondani, hogy most ne a Gutter driver-t használd, ami tök gyors, hanem használd a Selenium-ot. Na nézzük, sikerül-e ez a lépés. Azt mondjuk neki, hogy git checkout step 5-ös. És akkor ugye, ha megnézzük a feature-t, akkor van egy újabb menüm, ez a, ami a provide menu link checkboxot teszteli. Na, indítsuk el. És elvileg nem fog futni, de mindjárt meglátjuk. Nem fut. Nem fut, azért nem fut, mert föl kéne telepítenünk a Seleniumot, és elindítani a gépünkön. Jó, hát ez nagyon bonyolult lehet, igaz? A szörnyen nehéz. Hogyan lehet ezt megoldani? Én nem is tudom. Szerencsére a starter kit el is választad. Beírjuk, hogy start, stop, nem megfelelően lehet leállítva az előbb, de most elindult. És akkor újra indítom ezt a tesztet, és akkor most jön a magic. Még mindig nem fut, akkor valami nagy gáz lehet. Azt mondjuk neki, itt most megáll a tudomány. Azt mondja, hogy már fut, stop, lestoppoltam, megint elstartolom. Akkor lehet, hogy kicsit várok, és akkor utána futtatom. Na, most történik valami. Például elindultak az izzadságcseppek a homokomon.
És na, csak nem. Így is lefutott a tesztem. Ennyi. Ugye már is látom, hogy emberek arcán megjelenik, milyen király, írok egy csomó beadt tesztet, végtelen ciklusba futtatom, és ugye az egyik képernyőn fog ez menni, úgyhogy a főnök ránéz a képernyőmre, ha van ilyen, akkor csak azt látja, hogy mint az őrült klikkelek, még büszke is lesz rám. Ez az ember, ez nagyon tud dolgozni. Igen, igen. Na akkor, ugye most láttuk, hogy hát ez ennyi. Pip-pak, lefut. Na most nézzük meg, hogy hát megyek a következő stepre, amit most már nem fog tudni, hogy hány stepben vagyok. A 6. Jó, azt mondjuk neki, hogy git. Step 6. És akkor most, ha megnézitek, akkor van egy újabb feature-öm. Ez a Module Group Fields, Field Set Works. Ugyanis azt szeretném tesztelni, most vérszemet kaptam, hogyha ide megyek és ezt megnyomom, akkor ez kinyílik meg, benyílik. Kinyílik meg, becsukódik. Jó, benyílik. Jó. Oké. Na nézzük akkor, hogy fut-e ez a történet. Kíváncsi leszek, hogy fut-e. Ide megy, bejelentkezik, és nem fut. Nem fut. Ugye ez a teszt azt nézi, hogyha rákattintok arra, hogy core, akkor az aggregátornak, ugye a legelsőnek látszódnia kell. És nem fut. De fut. Hát, srácok, nézzétek meg. Hát ez fut. Tehát, hogyha ide rákattintok, akkor az aggregátor felé ott eltűnik. Nem. Az a probléma, hogy nem csak, hogy nagyon jó eszköz a behat, hanem rettentő gyors is. Gyorsabb, mint a gondolat. Vagyis legalábbis az az animáció, amíg becsukódik ez a kordoboz. Tehát valahogy be kéne lassítani ezt a dolgot. Tehát tök jó lenne, hogyha beírom, hogy és várok egy picit, akkor az így belassulna a történet. Na most step 7-es, ugye? Most újra lefuttatom ezt a tesztet, akkor ha minden igaz, akkor most működik. Annyi a különbség, hogy ide beítettem azt, hogy várjon egy picit. Na most ez hogy várjon, ez egy olyan killer feature, képzeljétek el, ami nincs benne az alap mink extensionbe, se a Drupalba, tehát ők nem várnak a vonat sem. Ezért ezt a mondatot, hogy tudjuk használni, ezt implementálnunk kell nekünk, és akkor most átlépek arra a részre, ami már biztos, hogy nem a product ownernek szól, tehát eddig még elképzeltem volna, hogy a product owner ez megírja ezeket a tesztjegyzőkönyveket. Most lépünk oda, hogy már nem a product owner jön, hanem a programozó. Ugyanis elárok egy titkot, és ez nagyon szomorú lesz, hogy ezek a szép ember számára érthető mondatok, ezek nem úgy vannak, hogy nagyon okos a behat, meg a Gherkin is megérti, és egy ilyen mesterséges intelligencia van, hanem bizony ezeket azokat a mondatokat fogjuk tudni csak használni, amiket leprogramoztunk. Jó? És ráadásul még a programozók által nagyon kedvelt mintaillesztő kifejezésekkel, vagy regular expressionökkel kell írni, amit külön szeretnek a programozók is. És semmi más dolgunk nincsen, mint a feature alatt van egy bootstrap, és ebbe a bootstrapbe van egy feature context PHP, és ebbe a feature context PHP-ba kell ezeket a dolgokat implementálni. Méghozzá úgy, hogy meganotáljuk magát a kódot. Ez, aki Java-ba programozott, az már csak így bolgat, persze, annotáljuk. Aki PHP-ba, az néz, mit csinálunk? Na, az annotálás az azt jelenti, hogy így megjegyzésbe odaülünk valami magicet, amitől aztán a parser az végigmehet rajta és kiszedheti belőle
ezeket a dolgokat. Például itt, ha van egy ilyen egy kukacven, akkor azt mondja, kukacven, oké, akkor ez biztos egy olyan függvény lesz, ami valamilyen mondatot valósít meg, méghozzá valamilyen ven, amikor mondatot fog megvalósítani, és akkor utána itt a per barátoknak nagyon ismerős per között van egy mintaillesztés. Ugye ez nem túl bonyolult, igazából a pert meg a kalapot azt így mindig tegyétek oda, meg a végére a dollár pert. Ez olyan, mint a kacsacsör kérdője PHP, meg a kérdője kacsacsör, jó? Tehát, hogy ez így kell. És akkor utána itt van, hogy I wait, és akkor utána megint jön valami, és ebből a megint jön valamiből van mondjuk öt fajta, ami, vagy nem is szerintem kettő fajta, amiből így körülbelül a 99%-át ezeknek a mondatoknak le kell fedni. Tehát két minta lesz, amit vagy ez mondjuk csak egy számot fel, és van a szöveg, az is egy kicsit hasonló, tehát ezt a kettőt kell oda tenni, tehát nem egy olyan ördöngös történet. És akkor ugye azt mondom, hogy ez az I wait függvény, ami úgy működik, hogy azt mondom neki, hogy get session wait, és ide beírom a millisekundot, hogy honnan tudom ezt meg, ezt elárulom, ezt nagyon könnyen megtaláljátok Google, a barátotok, Google-be beírjátok ezt, hogy behat, mink, wait, és kidobja körülbelül az elsők között ezt a kódot, amit ide betesztek, és minden fog működni. Természetesen itt még nem ér véget maga a behat használata. Én azt gondolom, hogy ez a kis előadásnak a célja az volt, hogy egy rövid bemutatót, rövid bevezetőt tartsunk. Az volt a célom, hogy ha itt, vagy akár otthon hazamenve egyből ki tudjátok próbálni, megvan ez a sikerélmény, sikerült, hogy működik, ne térjetek el egyből valami sikertelenség miatt. Remélem ez meg lesz, úgyhogy én arra bátorítok mindenkit, hogy minél jobban, minél több helyen próbálja ki ezeket a dolgokat, és próbáljátok a Drupal Extension-t. Még egy nagyon fejlesztés alatt lévő dologról van szó, nagyon sok minden fog benne változni, mert már most nagyon-nagyon powerful eszköz arra, hogy Drupal profilokat, Drupal disztribúciókat teszteljünk vele. Úgyhogy én körülbelül ennyit szerettem volna elmondani, még azért megnézem, hogy van-e más diám. Nincs, úgyhogy... Csináljátok, hogyha esetleg vannak kérdések. Igen? Az lenne a kérdésem, hogy milyen projekteknél látod ezt a tesztelést ilyen racionálisnak, az energiát tesszük meg előtt? A kérdésed, ha szó szerint értem, akkor nem értem, mert minden projektban tesztelünk, tehát nincs olyan, hogy nem tesztelünk. Igen, a kézzel. Igen. Az automata tesztelésnél volt egy előadásom két évvel ezelőtt a webkonferencián, amikor arról beszéltem, hogy az a probléma a teszteléssel, az automata teszteléssel, hogy első körben, amikor nekiállsz, nagyon nagy az overhead. Ezzel az eszközzel, ezzel a starter kittel, én úgy gondolom, ezt az overheadet lecsökkentettük. De még mindig nagy az overhead. Ezt el kell kezdeni és csinálni, és egy idő után nem overhead lesz, hanem egy igény lesz rá, hogy ezt így csinálj. Tehát, hogy most, holnap ne álljál neki a egyszerű oldalt, amit egyszer megcsinálsz, fölteszel. Ha van egy hosszabb távú együttműködés, ahol mondjuk az ügyfélegészség az nem addig terjed, hogy átad a projekt, nagyon szép, jó viszonhallás, hanem folyamatosan használják és folyamatosan kell, ott mindenképpen előbb-utóbb érdemes elkezdeni. Mi a cégnél egy 3 éves projektet terveztünk erre a dologra, az első év már eltelt, az első év szólt arról, hogy olyan eszközöket használjunk, amelyek segítségével reprodukálható lesz minden, és scriptelhető. Feature, a Drush, a Make, ezek mind arra szolgálnak, hogy van egy CI szervernek egy minimális 4-5 oldalas JavaScriptet beadva, szépen föl tud telepíteni egy Drupal disztribúciót, amit mi csináltunk, abból a repóból, amiben dolgoztunk. Ez volt az első év. Most már azt mondom, hogy amikor elkezdtük, akkor a kollégák 90%-ig azt mondta, hogy PP, igen, szeretünk, nagyon jó ez a dolog, de ennél és ennél és ennél és ennél a projektnél
nem fogjuk ezt használni. És eltett egy év, akkor én mondtam azt, hogy hú, ez kis projekten én ne használjuk ezt. De PPM-ben is ezt használjuk. Mert akkor már egy év múlva nem volt akkor overhead az, hogy így használjuk meg. Most vagyunk a második évben, most kezdtünk el avval foglalkozni, hogy teszteket írunk, teszteket, automata teszteket fogunk használni. És a harmadik fázis lesz az, ami lehet, hogy nem lesz ténylegesen három év, de a harmadik fázis lesz az, hogy ne csak teszteket írjunk, hanem jó teszteket írjunk, mert jó tesztet írni, az meg megint egy másik történet, hogy mit tesztelsz, mit mutat az a teszt, ugye? Mert ezek a tesztek, amiket most mutattam, ezek arra jók, hogy játszunk egy kicsit. Arra jók például ezek a tesztek, tipikusan mondjuk ez a teszt, hogy kattints ide, és akkor utána add hozzá is jelenjen meg. Ez tök jó például arra a tesztre, tipikus történet szokott lenni, hogy kiadod a szájbérdelnek, hogy az XY, letelt az időm? Jó, tehát akkor befejezem gyorsan, tehát szájbérdelnek kiadod, hogy ez a csoport, ez tudjon létrehozni nódot. És mit csinál a szájbérdel? Elmegy permission, pipa be, enter, menü kirakja feature-be, izé, és kész. Igaz? Én meg bemegyek tesztelem, belépek Sanyival, aki ilyen felhasználó. Belépek, szeretnék hozzáadni ilyen tartalmat. És mi történik? Az történik, hogy annak a csoportnak van joga létrehozni ilyen tartalmat, de nincs joga elérni az admin content részt, vagy node ad részt, azt nincs joga elérni, tehát nem jelent meg a menüpont neki, tehát nem fog tudni hozzáadni. Hogyha ebben így tesztelem le, hogy igen, oda kattint, akkor ugye a sidebuilder is, amikor írja magát tesztet, ő is tapasztalja azt, hogy nincs hova klikkelni. Tehát akkor gyorsan azt is beállítja még, és akkor már amikor átadjuk, akkor se az, hogy de hát van joga, de nem tudok létrehozni. De van joga, de nem tudok létrehozni. És akkor egy végtelen izé lesz. Ezt így le lehet kerekíteni. Jó? Egy gyors kérdés? Lehet, csak akkor azokban a tesztekben én nem bíznék meg. Gondold el, hogyha ez a lehető legrosszabb, ami van mondjuk a Drupal-os simple tesztben, ez a random. És gondold el, hogy generálsz egy olyan nevet, amiben van egy olyan karakter, amire elhasal mondjuk a scripted. És nem tudod, hogy mire hasal el. Mert egyszer csak elhasal. És nem tudod, hogy miért, nem tudod reprodukálni, csak azt látod, hogy egy teszt elhal. Lefuttatod, nem hal el. Oké, hát akkor itt valami más volt. Oké, mehet tovább. Következőben elhal. És van egy hibád, de mivel csak néha hal el, ezért azt mondod, hogy biztos a tesztfuttató környezetben van a hibád. De nem, mert arra a karakterre elhal, csak nem fogod tudni ezt kiszedni. Írd meg a tesztet úgy, hogy elhal, Igen. De egyébként lehet, mert csinálsz olyan tesztmondatot, amiben random van. Például, hogyha megnézitek, akkor a Drupal extension, amikor azt mondta, hogy van egy user ilyen joggal, akkor létrehoz egy user random stringgel, ami azt mondom, hogy nem jó, és avval fog belépni. Tehát alapból a Drupal extension is ilyen randomot. Én tesztben nem tennék randomot, mert nem tudom reprodukálni a randomot. A randomot úgy tudom reprodukálni, hogyha be tudom állítani, hogy honnan induljon a random. És akkor Igen. És akkor, ha látod, hogy teszt félt, akkor ki tudod keresni, hogy milyen generátor. Igen. De az mondom, hogy mi? Vagy mire gondoltál véletlen alatt? Így van. És van ez az elmélet, hogy írjál jól működő programot. Én azt mondom, hogy amióta megjelent a PC, a DOS meg a Windows, azóta nem tudsz olyan programot írni, ami mindig működik. Tehát nem lehet ilyet írni, amióta 26 fajta processzoron kell működnie magának a kódnak. Szerintem nem lehet ilyet írni. Olyan programokat lehet írni, hogy megadsz egy teszt sort, meg megadsz egy adathalmazt, és arra jól működik, megfelelő választ adja. De nem determinált állapotra, nem feltétlenül kell teljes mértékben jó választ adnod. Tehát, hogy én azt mondom, hogy
Igen, ha kijön ilyen, akkor azt föl kell venni konkrétan azt a stringet tesztesetbe, és ki kell javítani a hibát, és legközelebb már arra nem fog előjönni, de nem véletlen szám. Jó, ha nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen a figyelmet, és... És most pedig megkérek mindenkit, hogy a regisztrációs pulthoz menjünk ki, mert készül egy fotó mindenkiről. Vagyis nem mindenkiről, hanem a csapatról.